külvárosi. A melléputvarból a fény hálóját lassan emeli. Mint gödör a vízfenekén, konyhán már homállyal teli. Csönd. A bomhán szinte lábra kap, s mászik a súró kefe. Fölötte egy kis faldarab, azon tűnődik, hújjon-e. Olajos rongyokban az égen, megáll, sóhajt az ég. Leül a város szélinél. Megindul ingón át a téren, egy kevés holdat gyújt, hogy égjen. Mint omladék, úgy állnak a gyárak. Nem még készül bennük a tömörebb sötét, a csönd talapzata. S a szövőgyárak ablakán kötekbe száll a holdsugár, a hold lágyfénye a fonál, a bordás szövőszékeken, s reggelig, míg a munka áll, a gépek mogorbán szövik, szövőnők omló álmait. S odébb, mint boltos temető, vasgyár, cementgyár, csavargyár. Visszhangzó családi kripták. A komor feltámadás titkát őrzik ezek az üzemek. Egy macska kotor a palánkon, s a bobonás éjjeli őr lidércet lát, gyors fényjelet. A bogárhátú dinamók hűvösen fénylenek. Vonatfütty. Nedvesség motoz a homályban, a földre ledőlt falombjában, s megnehezíti az útporát. Az utórendőr, motyogó munkás, röpcédulákkal egy-egy eltárs iramlikát. Kutyaként szimatol előre, s mint a macska fülel hátra. Kerülő útja minden lámpa. A romlott fényt hány a korzsma szája. Tócsát okádik ablaka. Bent fuldokolva leng a lámpa, napszámos viraszt egymaga. Szundít a korcsmáros, szuszok, ő neki vicsorít a falnak, búja lépcsőkön fölbuzog, élteti a forradalmat. Akár a hűlt érc, merevek a csattogó vizek. Kóbor kutyaként gyár a szél, nagy lógó nyelve vizet ér, és nyeli a vizet. Szalmazsákok, mint tutajok úsznak némán az éjjel árján, a raktár megfeneklett bárka, az öntőműhely vasladik, s piros kisdedet álmodik a vasöntő az észformákba. Minden nedves, minden nehéz. A nyomor országairól térképet rajzol a penész. Samott a kopár réteken, rongyok, a rongyos rétek füveken, s papír. Hogy mászna? Mocorog, s indulni erőtlen. Nedves, tapadós szeledmása, szennyes, lepedők lobogása, ó éj. Csüngsz az egen, mint kötelen poszló perkás, az életen a bú, ó éj. Szegények éje, légy szemem, füstölök itt a szívemen, olvasz ki bennem a vasat, álló üllőd, mely nem hasad, kalapácsot, mely cikkan pengve, sikló pengét a győzelemre, ó éj. Az éj komoly, az éj nehéz. Alszom, hát én is testvérek. Ne jöjjön elkülkre szenvedés, s ne csípje testünket férek. A vers 1932-ben a Külvárosi éj című kötetben jelent meg, 32 őszén, tehát a keletkezés ideje 32. augusztusa vagy szeptemberre, pontosan nem tudjuk máig sem. József Attila költészetében ez megint egy új szakasznak a nyitó verse. Nem az előzőek lezárása, majd mindjárt rátérek arra, hogy miért nem, hanem egy olyan új szemlélet,
ami majd elvisz a további nagy versekhez bennünket, amik közül néhányal megismerkedünk. Minden József Attila versen nem azt tudjuk, mert tízeste az kevés erre. Mit is jelent számára 1932? 30-ból kell indulnunk. Ekkor ismerkedett meg közelebbről a munkásmozgalommal, kapcsolatba került a kommunista párttal és az akkori kommunista párttal. Előadásokat tartott, szemináriumokat, részt vett különböző összejöveteleken, de kapcsolata és kapcsolattartása igen bonyolult volt. Sokan nem akarták elfogadni. Hát elég öntörvényű ember volt, nem csak költőként, hanem emberként is. Másrészt támadások érték nem csak itthonról, hanem Moszkvából is. Volt egy magyar nyelvű folyóirat, a Sarló és Kalapács, amely mindenféle rosszat írt róla, még a fasizmussal is kapcsolatba hozta. Ő írt egy kiáltványfélét, amiben válaszolt nekik. Abból csak röviden idéznék, hogy azok ugye Papolnak a minőségi művészetről, mondta. Nos, szóba állok majd velük, ha többes számú alany mellé többes számú állítmányt tesznek. Ugyanis az egyik versben a következő sor szerepel, az anya, ez Gorki regénye, közbevetően mondom. Az anya lapjai lelkünk feltüzelte. Lapjai feltüzelte. Ugye 5 éves gyerek nem úgy mondja, hogy lapjai feltüzelték, akkor rászólunk. Ez volt a minőség ott kint. Tehát egyre bonyolultabb ez a kapcsolat. Valószínűleg az is közrejátszott, hogy ekkor ő már közismert ember volt, és egy illegális pártban egy közismert ember, hát nem nagyon jó ómen. De rajta keresztül bárkihez eljuthatta. Na most ez úgy szerveződött, hogy volt egy alsó, meg egy felső kapcsolat. Általában hárman ismerték egymást. Ma úgy nevezzük, hogy lehagyták a pártból, valószínűleg úgy, hogy mind az alsó, mind a felső kapcsolatát megszakították. Tehát ott maradt a légüres térben. Ő ezen olyan nagyon nem siránkozott, mert ő ugye elsősorban hivatásának, a költészetnek élt. Én még ismertem azt a embert, aki az ő csoportjának a vezetője volt. Az egyetemen ismertem. Sokszor faggatták, ő egyetlen egy mondatot nem nyilatkozott József Attilával kapcsolatban. Tehát hogy hagyták le? Szerették volna megtudni, ugye? Hát azért, hogy mi történt. De a sírba vitte a titkot. Másokat meg nem tudtak, hogy kit kellene megkérdezni. Hiszen olyan volt a szerveződés, hogy ezt nem tudhatták. Tehát ebben a légkörben, lelki állapotban él ő ebben az időszakban, ekkor már Szántó Judittal, őről majd egy másik vers kapcsán fogok szólni, majd a végére lesz itt kicsit teljesen minden. És amikor ő Pesten él, akkor szinte mindig a külvárosban lakik. De ott született Ferencváros. Na most a külváros, az nem mai szemmel nézett külváros. Mert ugye az először úgy volt, hogy a Váci utca után volt a külváros, aztán a mai Kiskörút után, aztán a Nagykörút után, aztán a Hungária körút után, ugye ahogy terjeszkedett a város, és ugye a külváros abban az időben valóban a proletároknak a lakóhelye volt. Nem ilyen paneleket kell elképzelni, mint most Rákos Palotán, vagy Új Palotán, meg a Kőbányán, meg a többi helyen, hanem azokat a jellegzetes pesti bérházakat, amire most a vers miatt van szükségünk, hogy a körfolyósos, mellékudvaros, azaz világító udvaros, ugye pestiesen Lichthofos házakat, ugye ahol a konyhaablak mindig az udvarra nyillott. De tehát az egész házban érződött az összes konyhának az illata.
nem mondom, hogy szaga, az illata. Tehát ő is egy ilyen házban lakik ebben az időben, a Székely Bertalan utcában, ami most már nem annyira külváros, de akkor még inkább külváros volt. Tehát ez a ház, annak a felépítése kell nekünk a vers indításához majd. A címről. A külvárosról már szóltam. Na most az éj. Az éj a romantikának volt a kedvenc témája, motívuma. A német romantikusok közül az egyik első nagy Novalis műve Himnuszok az éjszakához, amiben az elhunyt szerelmes felidézése adja az éjszakának a képeit, és az éjszaka így módon megkapja maga kísértetiességét, misztikumát. Viktor Hugónak ugyancsak az éj, az éj, az éj című verse ugyanezt fogja meg, de nálunk Vörös Martinál, a Csongor és Tündében ott találjuk az éj monológiát. Jobban emlékszik mindenki ugye Csongorra meg Tündére, mint az éj asszonyára. Ja, mi az éj monológia így kezdődik. Sötét és semmi voltak, én valék, kietlen, csendes lény nem lakta éj. Nagy hasonlóképpen fejeződik be. Sötét és semmi lesznek, én leszek, kietlen, csendes lény nem lakta éj. Tehát valójában az éjszaka az a kiüresedésnek az egyik jelképe volt, holott az éjszaka ugyanúgy tele van mindennel, majd látjuk a versből, mint a nappal, csak másképp látjuk. De Tóth Árpád szépen fogalmazta meg az esti sugárkoszorúban a dolgok esti lélekvándorlása. Másnak látunk mindent sötétben, ott sokkal jobban megijedünk egy bokortól, mint nappal. József Attilánál az éjszaka nem ez a romantikus éjszaka, hanem a valóság éjszakája. Lesz benne majd egy romantikus jelenet, egy kissé majd akkor kitérek rá. Máig vitatkoznak rajta, hogy ez milyen vers, mármint műfajilag. Ugye, ha fölmutatom, akkor úgy formailag úgy néz ki, mint egy rapszódia. Ebből ugye példaként mindenki ismeri Petőfinek az egy gondolat bánt engemet. Ugye, ahol az érzelmek, gondolatok adják meg a sorok hosszúságát. Mások szerint ugye közel áll a szabad vershez. A szabad vers a 19. század második felében jelent meg tőlünk nyugatra, nálunk a 20. század első felében, Kosztolányinál is megtaláljuk, Babisnál is, de Kassák Lajos volt a nagy alkotója a szabad versnek. Annak meg a lényege a gondolatritmus. Egy gondolat, egy sor, vagy ha nem fél el egy sorban, akkor ugye egy kettőbe tördelve, de ugye nem használ rímet, nem használja a hangsúlyos verselést, az időmértékes sem. Na most ebben a versben érdekes dolgokat figyelhetünk meg. Megjelennek rímes sorok, néha nem egymás mellettű, hanem távolabbi rímek, keresztrímek is. Időnként megfigyelhetjük, hogy szinte szabályos ritmusa van, de nem is ettől lesz inkább költészet, hanem attól, hogy képekből épül, és hangzóvers. A hangzóvers azt jelenti, hogy nem nézve lehet inkább értelmezni, hanem az ember, ha hangosan olvassa, mondja, hallja, mert akkor mégis kijön nem csak egy ritmus, hanem egy olyan hangzás, ami valóban költészetre utal. Ezekre a részek nem, majd mikor elemezem a verset, akkor kitérek, hogy itt hallgassuk csak, hogy is szól ez a rész. Az első kép, ugye, nagyon érdekes. A mellékudvarba a fény hálóját lassan emeli. Mindjárt egy megszemélyesítés, ugye a fény megszemélyesítése,
És akkor el kell képzelni, hogy azt a hengerszerű, belül üres, ugye henger udvart, hogy a nap megy lefelé, ugye a sötétség úgy jön fölfelé. Ugye alul van először sötét, mert az árnyék úgy adódik, tehát valójában a fény emelkedik. De mintha háló lenne, ugye úgy jelenti meg a költő, a hálóját lassan emeli, mint gödör a vízfenekén, konyhánk már homállyal teli. Ebből szinte rögtön kiderül, hogy a konyhában vagyunk, hiszen annak az ablaka nyílik a mellékudvarra. És akkor nézzük meg ezt a képet, mint gödör a vízfenekén. Mi a furcsa benne? Az, hogy igaz. Csak mi másképp látjuk. Mi azt mondjuk, hogy víz a gödör fenekén, holott nem igaz, mert a gödör feneke van alul. Mint gödör a vízfenekén. Ugye a vízfenekénél van a gödör alja. Ugye? Ő a mi gondolkodásunkat ő talpára állította. Csak nekünk nem tűnik föl. És nagyon sok versében ezt figyelhetjük meg, de lehet most valaki azt mondja, hogy hát, hogy lehet ez. Úgyhogy az ő esze teljesen másképp járt, mint a miénk. És mikor nagyon sokszor olvasunk valamit, akkor jövünk rá, hogy ő miket tudott kitalálni. Igaz, való dolgokat, mert ő azt tapasztalta meg. Ja, azt szokták mondani, hogy a beteg idegrendszerű emberek, de most ne hagyról beszéljek, tudatról, azok egész másképp látnak dolgokat. Sokszor ők látják az igazat. Így vagyunk József Attilával, és majd egyszer rátérünk arra is, hogy mi volt a betegsége, vagy volt-e egyáltalán. Mi hozzánk képest, vagy mi nekünk van ő hozzánk képest. A vers különböző motivumokból épül föl, amelyek az alapját adják. Ezek ugye a sötét, mert hogy éjszaka, de a sötétben állandó a fények jelennek meg. Ezek mint ellentétben is lennének, de nem ellentétek, hanem kiegészítik egymást. A csönd, amiben hangok jelennek meg. Mert attól van a csönd, a hangokhoz képest van a csönd, nem magában. Aztán a víz, a nedvesség, ami végig követi a verset, valamiféle keménység, ami különböző képekben jelenik majd meg, ezzel szemben egyszer találunk csak látságot, és ezek a motivumok hozzák magukkal azt az éjszakát, amit József Attila megjelenít. Sokszor gondoljuk, hogy tájverse. Hát vannak benne tájelemek. Ugyanakkor az egész éjszaka József Attila lelkén, tudatán keresztül jelenik meg. Tehát azt így mondhatnánk, hogy lélekábrázolás. Ettől összetett és bonyult, ezért mondtam azt mindjárt az elején, hogy ez egy új korszakot indító vers. Tehát nem már a munkások meg a lebukott, ugye, hanem valami egészen más. Amikor a világot teljes egységében fogja föl, a benne lévő emberrel együtt, és ez a világ a természet, a társadalom, az egyén. Ez ettől kezdve több versében így jelenik meg. Csönd. Szinte lábra kaps, mászik a súroló kefe. Erről az előbb nem szóltam. A motivumok között. Mi az, ami megjelenik? A mozgás és a mozdulatlanság. Szinte lábra kap. Nem indul el, ott a szinte. De ott van benne a mozgás kényszere. Hiszen a súroló kefét, most nem akarok a visszamenni, ugye az öndisznóban, de azt valóban nézhetjük a sötétben valami olyannak, ami el akar indulni, valami élőlénynek. De nem indul, mert le van kötve, mert az egész versenye jellemző ez a lekötöttség. Fölötte egy kis faldarab azon törődik, újjon-e. A megszemélyesítéssel indul, és ez a megszemélyesítés végig ott van a tárgyakon, a világon. A faldarab,
amelyik hullni akar, de már az omlás előkészülete, és ez az omlás, omladék, és a többi ilyen szó, ez megint egy motivuma lesz a versnek. Azon tűnődik. Képzeljük el, hogy hogy kell ahhoz gondolkodni, hogy egy kis omlani készülő fal darabra, azt mondjuk, hogy tűnődik. Nem is valami olyan ige, ami cselekvést jelent, ami kézzelfogható, hanem nagyon is átvitt értelmű szó, nagyon is elméleti, és mégis erre kis fal darabra ezt a szót használja. Eddig meg volt a helyszínünk, bent vagyunk. Egy zárt térben, amelyből szemlélni tudjuk az éjszakát, a külvárosi éjszakát. Hirtelen kiszállunk ebből a zárt térből, és olajos rongyokban az égen megásóhajt az éj. Itt voltunk apró dolgoknál, kis fal darab, súroló kefe. Most meg felemelkedtünk a kozmosra. Az égen vagyunk. De milyen hirtelen váltás innen a kis fal darabtól, föl az égig. Ezt is az éj hozza magával, ugye? Leül a város szélinél, megindul ingón át a téren, egy kevés holdat gyújt, hogy égjen. Most még egyszer elolvasom ezt a szakaszt, másképp jó. Olajos rongyokban megáll, sóhajt, leül a város szélinél, megindul ingón át a téren. Csupa megszemélyesítés, de kijelenik meg előttünk. Egy hazatérő munkás alakja, aki már lehet, hogy a kocsmában is járt, mert ingón, ugye? Hiszen jól megvan, tudja, ismeri a munkások életét. De ugye, hogy hogyan tudja ezt kivetíteni az éjszakára? Ha kihagyjuk az éj szót, meg az égen szót, már is ott van egy konkrét, realista kép előttünk, ott az előbb még valahol ott följártunk a kozmoszban, most meg itt vagyunk, lenn a Földön, egy dülöngélő munkás képe jeleníti meg a külvárosi éjszakát. Egy kevés holdat gyújt, hogy égen. József Attila nagyon pontos megfigyelő volt. Azt tudjuk, amikor olyan kifli a hold, akkor kell föl legkorábban, ugye? Tehát azt még, mikor sötétedik, már akkor is lehet látni. Tehát olyan új volt táján járunk. Tehát még ez is pontos. Tehát nem téveszti el a dolgokat. Azon kívül, hogy ő nem csak tapasztalatból, hanem tanulásból is nagyon sokat tudott. Tehát az tudva levő, hogy ő nagyon sokat olvasott. Már diákkorában is. Ugye a kis hulló fal darab, ugye még az előbb tűnődött, omlásnak indul. Mint omladék, úgy állnak a gyárak. De most már egy nagyobb méretű omlás. Mindenki állt már magas épület előtt biztos, és fölnézett rá. Mit tapasztalt? Főleg templom toronya. Mintha ne jönne rá. Ugye? Tehát, mintha le akarna omolni. És ugye az ember úgy fészkelődik, hogy na, mi lesz? Pedig ez csak a látszat. De itt ugye a külváros jellegzetes épületei a gyárak jelennek meg. De még készül bennük a tömörebb sötét, a csönd talapzata. Ő a csönd már megjelent. Most ugye nem a hangzással kerül kapcsolatba, mert ezek az alapmotívumok nem csak a saját ellentétpárjukkal vannak kapcsolatban, hanem egymással is. A sötét és a csönd összefügg. Hiszen az éjszaka csöndje, az valamit jelent a költő számára. A csönd, talán a lelki csönd is, de nem áll meg ennél a képnél. Megjelentek a gyárak,
És most eljutunk a versnek egy olyan részéhez, amit ki kell emelnünk, mint vers részletet. Mert ennek a hangzása az, ami nagyon lényeges. Amellett, hogy vannak érzelmei, gondolatai. És a szövőgyárak ablakán kötegbe száll a holcsugár, a hord lágy fénye a fonál, a bordás szövőszékeken s reggelig, míg a munka áll, a gépek mogorván szövik, szövőnők omló álmait. Ebben a versszakban az M és L hangok látsága a nőjes látságot adja vissza. De majd meglátjuk, hogy hogyan változik a következő részben a kép. Egyetlen olyan szó van benne, ami kiri a verszakból. Mogorván. Mert ez kemény is, a jelentése is, ami... De hát milyen álmai lehettek egy szövőnőnek? Olyanok, mint ma. Most megmondom, nem véletlenül választottam, ami József Attilát. Mert álmodnak. De milyenek ezek az álmok? Reggelre álomlanak. A valóság teljesen más. Hiába szép és lágy álmok ezek. Ezekből nem marad semmi. Elomlanak. S odébb, mint boltos temető, vasgyár, cementgyár, csavargyár, visszhangzó családi kripták. Megjelenik a temetőkép, a temetőhöz tartozó kripták, a visszhangzás, ami a csöndben sokkal jobban hallatszik. És nem csak kimondja a költő, hogy visszhangzó családi kriptát, figyeljük csak! Vasgyár, cementgyár, csavargyár. Aki próbálta már a visszhangot, tudja, hogyha nem olyan nagyon jó a visszhang, hogy egész mondatot ad vissza, akkor mindig a végét adja vissza. Gyár, gyár, gyár! Tehát, mikor az elején mondtam, hogy a versnek a hangzása az részben, ami költészetté teszi ezt a verset, az az előbb a szövőnők omló álmainál is kijött, itt meg a keménységével, mert itt meg a keménység, vasgyár, cementgyár, csavargyár, visszhangzó családi kripták, KR együtt, ugye, magyar nyelven különben szeretjük a vásalhangzó tolódást, még a kettő van akkor sem, rége magyar nyelv ezt feloldotta, nem is volt benne, de hát azóta már annyi mindent kaptunk mindenhonnan, hogy már ezt nem tudjuk kivédeni. És megalapozza ez a rész a keménységével, majd egy következő részét a versnek. A komor föltámadás titkát őrzik ezek az üzenek. Ugye arról volt szó, hogy visszhangzó családi kripták. Mi van kérve a temetők föl? A kapuban. De ez a feltámadás is, ugye komor feltámadás. Lehet, ez nem csak a halál utáni feltámadás, hanem a reggeli feltámadás, a reggeli eszmélés, ami komor napunkat vetíti már előre. Egy macska kotor a palánkon, s a babonás éjjelől didércet lát, gyors fényjelet. Az első ember, aki megjelenik a versben, eddig ember nélkül volt a táj, ha meg is jelentek a szövőnők, de azok nem úgy jelentek meg, mint akik jelen vannak, hanem akik valahol távol. De most ugye a babonás éjjelőr alakjában megjelenik az első ember, ő úgy gondolja, hogy valami, ugye őneki figyelni kell, hiszen ő éjjel jön, és itt jeleznek valakik, holott csak a bogárhátú dinamók hűvösen pénjenek. Lecsillapodunk abból a képből. Na most nem tudom, a dinamókat el kell-e magyaráznom. Azoknak ilyen henger alakja van. Ugye? Tehát bogárhátú dinamók. Nem a kis bicikli dinamóra kell gondolni, hanem a nagy áramfejlesztők. Tehát még ezt is pontosan tudta, és bogárhátúnak nevezi
így lesz a kép egyre teljesebb. Mégis ebben az élettelenségben a képek által visz életet. Vonatfütty. Egy éles hang jelenik meg az éjszakában, jól hallatszik, hiszen éjszaka van, és egyben ketté is vágja a verset. Egy kicsit megjelent egy ember már, de most a vers nem telik meg élettel, csak emberek jelennek meg benne. Mert amit elénk tár, az nem biztos, hogy élet. Nedvesség motoz a homályban, a földre ledölt falombjában, és megnehezíti az útkorát. Ugye a nedvesség, már megjelent a víz, a nedvesség, ugye, ez itt kezd erőteljesebben kibontakozni, és megnehezíti az útkorát. József Attila, mikor középiskolás volt, többek között nyáron kis zomborban volt kukoricacsősz. Mezitláb. Na most, aki járt már homokban mezitláb, de talán késő este vagy korán reggel, meg délben, az érezte az ujja között a homok súlyának különbségét. De amikor lecsapódik a pára, egészen olyan nehézé válik, megnehezíti az útporát. Tehát a gyerekkori élmény még itt is megjelenik ilyen módon, de gondolnak, hogy mi a fenét keresik, hogy megnehezíti az útporát. Ő tudta. Tapasztalatból tudta. Ismerte ezeket a dolgokat, hiszen benne élt, és a gyerekkori élmények, majd meglátjuk más versében is, végig elkísérik. Őnál aztán tényleg meghatározó volt a gyerekkor egész életére. Az utórendőr, motyogó munkás, röpcirulákból egy-egy elvtársi randikát. Külváros személyei. Rendőr, aki vigyáz a rendre. A motyogó munkás, aki megy hazafelé, ugye, olyan, mint az előbbi, ugye, hogy magában motyog csak. És röpcirulákkal egy-egy elvtárs. Ugye, ő nem a rendre vigyáz, hanem meg akarja változtatni a rendet. Tehát mind a két oldal megjelenik. Számunkra ez manapság nem olyan ismerős kép, de akik láttak ilyen filmeket, tudják, hogy valóban hogy zajlott mindez. Kutyaként szimatol előre, s mint a macska fülen hátra, kerülő útja minden lámpa. Bujkál. Viszont az előbb még ott volt a rendőr, ott is megy valaki. Jobb, hogyha nem látnak. A hasonlatokban pedig, ugye két olyan házi állat jelenik meg, ami majd még később is megjelenik, kutyaként szimatol előre, mint a macska fülel hátra. Ugye, tudta, hogy a kutya a szimatával, a macska hallásával tájékozódik leginkább. De itt nem azokról van szó, hanem az elvtársról, ugye, amikor röpcédulákat viszi. De úgy kell viselkednie, hogy nézni is, meg hallani is. Mert van mitől, kitől félnie. A következő kép, a vers egyik legmondanítóbb képe, hogy úgy mondjam. Nem is realista kép már, hanem naturalista. Ugye a naturalizmus az, amikor mindent a maga valójában, úgy, ahogy van. Romlott fényt hány a korcsma szája. Tócsát okádik ablaka. De szebb költemények bért le se szabad írni. Szép lelketet megzavarja. Bent fúdokolva leng a lámpa. Minden olyan elhanyatott város szélni valóban. Napszámos viraszt egymaga. Szundít a korcsmáros, szuszog, ilyen is szép naturalista kép. Ő neki vicsorít már, mint a napszámos a falnak, búja lépcsőkön fölhúzog. Javálata. De ez is milyen kép, hogy lépcsőkön fölhúzog.
sír. Hirdeti a forradalmat. Valami még ott a homályban, valahol a tudat alatt, még valami. Régen volt már, de hát ha akkor úgy nézett ki, hogy ő neki jobb lesz. Valami remény volt, de most már csak búja van és sír. Megint benn voltunk, újra kint megyünk. Akár a hűlt élc, merevek a csattogó vizek. Vasgyár, cementgyár, csavargyár, ugye, az érc, hűlt érc, merevek a csattogó vizek. Minden megáll itt, ugye, mozdulatlan. Még a vizek is mozdulatlanok, gondolnák. De aztán azért, hogy kóbor kutyaként jár a szél, nagy lógó nyelve vizet ér és nyeli a vizet. A kutya már az előbb is megjelent. Most a szél metaforája lesz. A szelet a kutyához hasonlítja. Most megint a tapasztalatra kell hagyatkoznom az önökére. Aki már látott tócsát, mikor fújt a szél, de úgy tűnt, mintha a víz mindig elmenne. És várjuk, hogy mikor fogy el, és sose fogy el. Ugye nagy lógó nyelve vizet ér, és nyeli a vizet. Ugye azok a kis hullámok mindig úgy mennek, amerre a szél fújja. És a víz mégis mindig ott marad. Szalmazsákok, mint tutajok húznak, én már az éjjel árnyán. A raktár megfeneklett bárka, az öntőműhely vasladik, és piros kis ledet álmodik a vasöntő az ércformányba. A víz hozza magával a hajó, csónak, ladik, bárka képet, a szalmazsákok, ugye a külváros lakóinak ágya, mint tutajok, úsznak némán. A raktár, ugye mint egy nagy bárka, az öntőműhely vasladik. És piros kis dedet álmodik a vasöntő az ércvonlánkba. Nem csak a piros szín az érdekes, hanem a kis ded is. A komor föltámadás titkát őrzik ezek az üzemek, ugye? Na most hát azért a tapasztalatban, az életből mindenki ismeri a legismertebb kis dedet. De Jézus. De mikor kis dedről van szó, akkor csak ő jutott eszünkbe. Aki mit hozott? A megváltást. De itt ez a piros kisded is csak álomban jelenik meg. Az álmodik. Nincs számukra megváltás. Az álom a menekülés. A szövőnőknek is, a vasgyári munkásnak is. Mindenkinek. Aki itt él a külvárosban. Minden nedves, minden nehéz. Ugye az előbb már a nedvességről megállapítottuk, hogy nehézét ez minden. A nyomor országairól térképet rajzol a penész. Most hirtelen hova nézett? Megint a konyha falára. Jött a nedvesség hatására, hogy a különböző vonalak jelennek meg cikcakosan, nem egyenesen. Mintha ország határok lennének. Ezek a nyomor országai, a penész jellemző. Tessék. Nem van még valahol. Van, persze a munkásokban. Málló falon. Igen. Hazánk van. Határát van, igen. Is, ugye? Jelzik igen, a munkásokban is ott van. És ott a kopor réteken, kopár réteken, ugye most kiindultunk egy kicsit távolabbra, rongyok a rongyos hüvelyken. Papír. Hát ugye, aki látott már ilyen elhagyatott vidéket, a tévében gyakran mutogatnak egy-egy esemény után, ugye ilyen házakat, ugye ott hever minden. Kint
szabadban, rongyok a papírt. De József Attilánál ennek is szerepe van. Hogy mászna, mocorog s indulni erőtlen. Mit csinált a kis fal darab? Azon tűnődött, hújjon-e. Itt meg a papír, ugye mocorog, benne van a mozgás kényszere, indulni kéne. Nem a papírban van ám a mozgás kényszere. József Attila lelkében, tudatában. Ezt vetíti ki. Gyere. Indulni erőtlen. Ő is már úgy van valahogy, hogy nem nagyon bízik abban, amiben két évvel előtte még talán bízott. Nem csak nálunk, Európa szerte. Ez a 30-as évek eleje, ugye a lefelé mozdulás időszaka. Nincs mozdulás a jó felé. És ennek ellenére most a versnek egy szervesen nem illeszkedő része következik, amiben nagy szerepe van a romantikának, meg annak, hogy a költő eljutott egy olyan lelkiállapotig, mint mikor éjjel, ugye valaki nem tud elaludni, és olyan mindenféle gondolatai jönnek, ugye? És akkor egyszer csak észöztél, hogy jaj, mikkel jár az eszem? Ezért nem tudok elaludni, mert ilyeneket gondolok. Holott azért gondol ilyeneket, mert nem tudta elaludni. Mert most hirtelen ezt a lehangoló hangulatot fölváltja egy lendületes hangulat. Nedves tapadós szeledmása, szennyes lepedők dobogása, ó éj. Szinte ódai szárnyalásúra válik a vers, bár ugye a szennyes lepedők dobogása azért nem annyira romantikus, inkább ez is naturalista. Másrészt, ugye, ugye úgy gondoljuk, hogy a kimosott lepedőket szokta a szél lobogtatni. Ritkában szoktuk kitenni a szennyest, de számára minden így jelenik meg. Talán nem véletlen, hogy a lepedők. De ő csak ment, s teregetett némán. Nem szidott, nem is nézett témán. De az anya, mosónő alakja, aki egyre többet jelenik meg majd ebben az időszakban, anyaként nevezve is, néha csak képekben, néha valóságos versben, de itt a romantikába belejátszik a naturalizmus. Csüngsz az egen, mint kötelem, foszló perkál az életen, a bú, ó, éj. Ugye az ó, éj ismétlése, az emeli föl a versszakot egy magasabb szintre. És az éj, most a külváros éjből szegények éje lesz. Szegények éje, légy szerem, füstölök itt a szívemen, olvasz ki bennem a vasat, állóülőd meg nem hasad, kalapácsot meg cikkampengbe, sikló pengét a győzelemre, ó éj. A vas eddig is ugye motívum volt a versben. De most már valamilyen módon eszköz, szerszámot vagy fegyvert kovácsol belőle. Kalapács, penge, akár a sarló penge is. Való a munkás mozgalom jelképe volt abban az időben, a sarló és kalapács, ugye a munkás és a paraszt. És itt ugye a győzelemre készíti mindezt elő. De nincs vége a versnek. Mert ha itt lenne vége, akkor ezt a versszakot régen el lehetett volna hagyni, tehát ki kellett volna hagyni, mert nincs értelme, hogy hogyan kerül azok után, a képek után ez ide. Nincs vége, mert jön a kiózanodás. Az éj komoly, az éj nehéz. Alszom át én is, testvérek. De
az álmok után, most egy biológiai álom, az alvás következik. Eszembe jutott, hogy az, amit én most az előbb itt elmondtam, ugye a szegények éjjéről, jó? Azzal nem érdemes foglalkozni, mert az éj komoly, az éj nehéz. Nem tudok más tenni, alszom hát én is, testvérek. Ne üljön lelkünkre szenvedés, ne csípje testünket, férek. De a lélek és a test egysége. Mondtam, hogy nála az egész világ egységben jelenik. A szenvedés, a lelki szenvedés, amit a lefestett képek sorozata ad, hiszen sok pozitív nem volt a szövőnök omló álmaink kívül. Ne csípje testünket, féreg, hát nem akarok nagyon vulgáris lenni, de az én gyerekkoromban még azt mondták, az volt a szólás, Pestinek mondott, hogy csipa poloska. Ebben az időben valóban, ez egy valóságos kép, a szenvedés ellenére és a férgek ellenére aludnom kell, hiszen én itt nem tudok tenni semmit. Megírtam ezt a verset. A külváros éjjel. Nagyon szomorú, nincs más dolgom, mint kipihenem mindazt, amit ez jelent számomra. Köszönöm.